Idén 6. alkalommal hirdették ki az évszavát a Magyar Nyelv Múzeumában. Az évszavára a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda 50 dolgozója tett javaslatokat, majd közös megegyezéssel megszületett a döntés. A 2017-es évszava a Bubi. Ez egy mozaik szó, a Budapest és a bicikli szavak első szótagjából lett kialakítva, és azért ezt választottuk, ez ugye a közbriga rendszer, ez egy kölcsönzési lehetőség. Talán mindenki ismeri Budapesten ezt a sajátos színű kerékpár sort, ami ott van a parkolókban. Egyrészt azért, mert szeretünk pozitív kifejezéseket választani, amelyek kedvező hatásúak, hangulatúak, jelentésűek. Másrészt pedig ez egy nagyon jó közkedvelt szó lett. Igét is képeznek már a szóból, ez az ige pedig a bubizik. Ezzel is próbálják egészség és környezettudatosságra nevelni az embereket, felhívják a figyelmet az autóval való közlekedés káros hatásaira. Nem csak az év szavát, az év antiszavát is megválasztották. Úgy vélem, hogy ez egy kicsit játék is, tehát akkor nézzük meg a pozitív tartalmunak a kicsit ellentetjét a negatív tartalmut, és ez a pláza terepjáró lett. Én nem akarok senkit megsérteni, tehát ez a pláza terepjáró azt jelenti, hogy időnként láthatunk a plázák vagy más parkolókban olyan autókat, amelyek olyanok, mint egy terepjáró, magasított alvázóak, tuningolt az eleje, a hátulj egy kicsit tömzsi, viszont meg kell mondani őszintén, soha nem látott erdőt, mezőt, hegyet. Az év ifjúsági szavát is megválasztották, ez az EgoSurf lett, a digitális kommunikáció egyik kifejezése. Azt a folyamatot jelöli, amikor saját nevünket ütjük be a keresőbe, és megnézzük, mit írnak rólunk. A 2017-es év költői szava a hímes templom lett.